Ha igazi tétje lett volna, a Viktória Ferencváros meccsnek alig ha engedélyez a játékvezető. Az esőfüggöny mögött egy távoli szabadrugás Meinhardt. Ez itt mennyi volt? 9-10. Zuhany alatt a jányok azért nagyon bőszen küzdöttek, nem akármilyen viszonyok közepette, de hát ilyen mókásnak tűnő jelenetekbe torkolott az, hogy egyre inkább állt a víz a pályán, Mosdóci súszott el. Aztán Henke Meinhardt veszi itt labdát, de csak egy pillanatra visszaszerzik a játékos társak. Megáll a pocsolyában a víz. Meinhardt kotorja ki. Neki nagyon megy a vízifoci is, de a lövés az nem jött össze úgy, hogy abból gól legyen. Egyúttal Samu Anna védett. Nyilván majd a bronzmeccsen visszakerül német a kapuba. Ismét egy kis csúszkavégi helyzetet láttunk, eddig nehéz lekövetni. Különösen a lányok dolga volt pokolian nehéz valami futballra emlékeztetőt mutatni, de dicséretesen küzdöttek a lányok. Most Dömsödi Petra jött ki a kapujából, aztán egy ferencvárosi szöglet. Az eső ugyan csendesedett, de hát ettől még medence jeleneteket látunk a két kapu előterében. Ügyes cselek, Mosdócit nem nagyon tudták tartani ezen a napon. Szó szerint fürdött. És gólpaszt adott. Vőfé. 85. percben megáll a labda középen. Vőfé reagálja le a leggyorsabban. És szerez gyakorlatilag győztes gólt Szombathelyen. Bár sikerülhetett volna akár az egyenlítés is, Rudán kirúgásából a Viktória épít akciót, de éles a szög, fogja Samu Anna a labdát. Viktória Ferencváros 0-1. Nagyon örülök, hogy én rúgtam a gólt. Meglepő, mert nem center vagyok, hanem belső védő. Kipróbáltak, hát szerencsém is volt. A talaj az nem volt túl jó, estünk, keltünk, csúsztunk. Igen, jobban hasonlított egy vízilabda mérkőzéshez, mint sem egy futball mérkőzéshez, de jelen, tehát én nagyon élvezem ezt az ilyen talajt, nem az ennyire vizeset, de jobban szeretek esőbe játszani, mint szárazon, mert jobban lehet csúszkálni. A meccset én személy szerint élveztem, és főleg azt, hogy gólt rúgtam. Én a mi fiatal gyerekeinkre nagyon büszke vagyok, mert végighajtották a meccset. Az utolsó percig is a látszat szerintem, hogy meg akarják nyerni a mérkőzést. Hát vagy 85 percet dolgoztunk kért, hogy ez sikerüljön, úgyhogy nagyon elégedetten fogunk hazamenni innen. Megvoltak a helyzeteink, kapufát is rúgtunk, eljutottunk a kapujukig is, de nagyon nagy hibánk még mindig az, hogy nem tudjuk kihasználni a helyzeteinket, se gyengébb csapatok ellen, és erősebb csapatok ellen is, ez kárunkra válik minden mérkőzésen. Akarat, a habitus, a felfogás, messze-messze nem olyan, addig egy csapat ne is várja azt, hogy eredményes tud lenni. Szomorúan mondom, hogy elgondolkodtató az, hogy itt egyik-másik játékos mennyire képzeli magáról azt, hogy ő első osztály játékos. Az én mércím szerint messze nem első osztály játékos,